Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, és elmondom, hogy micsoda live lesz. Először beszélgetni fogunk így, mi is volt ez a köztöletes rendőrös live-ba. Rendőrös live-ba, megbeszéljük, hogy miért törtik el a személyének. Azután meg csinálni fogunk dolgokat, mert nem csak beszélgetünk, hanem cselekszünk ki. Ez live-ba élőben le fogunk főzni több párlatot. Kezdjük mondjuk majd hellel. Jó alatt kap, akkor azt szerintem jó lesz élőben. Ne. Hogy ezt lehet tudni egyáltalán. Figyelj, a videót nem tudna adni. Nem érsz nem idősek, amikor rajta több ruha van mindig. Amikor már vetkőzik le, szigetel. És akkor már szigetel, így van, és akkor már a másodikat vedi le, akkor érzem, hogy a. Lesz egy vágókép, hogy annyira tényleg? Igen. Forró a vízre! De amúgy valljuk be kéne, hogy nem szóval nagy drága, szóval nekem is az. Szóval meg nem lehet kimosni belőle, és hiába, hogy tiszta, ugyanezt valós. Tiger, mi? Nem, de most valljuk be, legyünk őszintén. Hello! Szevasz! Figyelj, azt akarom megkérdezni, az utolsó live-otokban mi volt, amikor utoljára elfutottál? Oda jöttek a rendőről, leigazoltattak, megkérdeztek, hogy miért vagyunk itt, miért nem vagyunk ott van, honnan ismerjük a Baltost. Aztán mindenkit külön félrehívtak, aztán átbeszéltük a dolgokat. Annyi a köztöletesek eltörték a személyemet, aztán amikor mindenki lenyugodott, nem mutatták ők is a hatalmukat, aztán röviden tömére nem. És ez volt a legnagyobb probléma, hogy nem volt maszkunk, úgyhogy most már készülünk. Nem volt maszkunk igazából, ennyi volt a legnagyobb probléma, hogy kihívta ki ránk a rendőrséget, szerintem a horgászok voltak, ennyi volt a sztori. Annyi volt a szerencse, hogy a Bartos csepp szivatták, mert ő el tudott menekülni, dugival elment. Amikor nem figyel senki, hogy gyorsan hazafutott. Ennyi volt. Szóval ő is megúszta. Van egy olyan kérdésem. Volt egy videó, amiben motorral mesztelenül elment valaki tankolni. Az Dick Johnson volt? Igen, az személyesen én voltam. Dick Johnson volt, igen. Parancsolj. Az jó volt. Köszönöm. Kérdésem lenne, hogy több videóban mutogatták már Bartosnak a tetkóit. Mi az a kitakart, az utolsóban a videóban kitakart tetkó, amit sosem mutatnak a videón. Tényleg, horogkereszt. Tettél rá egy horogkeresztet? Horogkereszt tetoválásomban. Jó, én Marta. Ez egy nagyon nagy ez a gyerek. De ő kért, ugyanúgy te kértem. Jó lenne amúgy, ha megtudnánk most már, hogy mi volt az RTL-en tegnap reggivel. Oké. Oda én karantén című műsorban voltam tegnap a regi, úgyhogy... Az volt, nagyon keveset mondtatok el, mert szerződésem van. Ja. No hát Regi sem hagyta ki az alkalmat, hogy szerepelhessen és polgárt pukkaszthasson a műsor révén. Nem ez az első RTL-es szereplése, ugyanis a kreténekkel egyszer felléptek a Csillagszületikben, valamint Regi futólag az X-faktorban is részt vett. És igen, itt most a futólagon van a hangsúly. Alex és Laci valószínűleg még nem ismerték Regi munkásságát a YouTube-ról, hiszen azt mondták, hogy milyen jó YouTuber lenne belőle. Nos, Regi bizony már évek óta YouTube-ozik, jó reggelt kívánok! Ahhoz képest, hogy milyen kritikus a zsűri, és azt hittem, hogy elküldenek a picsába, ahhoz képest, hogy annyi dicséretet kaptam, hogy ez jó. Ezt, hogy jól esik, nyilvánvalóan már 10 éve videózok, nyilvánvalóan minden jól esik, hogy elismerik azt, amit csinálsz. Persze a pénzt nem adnak érte, de mindegy, tapasztalatnak jó volt, és csácsom is csőt. Oké, akkor nézzük is, hogy igazából, nézzétek, itt van a csodálatos konyhánk, ez első osztályú, szerintem mindennek megfelel. Oké, és akkor most beleöntöd a kávé porba, vagy nem tudom mi ez. Nem van a hell, itt van a kávé. Előmerejéig melegítjük a rezsút. Rezsőt. Langyos. Jó, oké, kicsit várunk vele. Te már próbáltad Red Bull-al, és azt mondod, hogy te kimered állítani, hogy sokkal erősebb az energia, jobban megdob téged. Erősebb. Nem ajánlom senkinek, de ha valaki nagyon meg akarja pörgetni magát, most nem azt mondom, hogy olyan lesz, mint hogyha bekólázna, de fogja érezni a különbséget, az biztos, mint hogyha egy húzásban mondjuk egy ilyen 100 ml-be innen meg egyszerre 3 Red Bull-t. Szóval, de illetve még ez a spórolsz is valamennyi szinten energiaitalat, hogy nem kell lenni. Hát megreformálod a káfézás. Dick Johnson ugye őre tesztelte ezeket a cuccokat, és majd linkben majd ott lesz a leírásban a csatornád. Mennyire meleg már. Jó, ez már... Szerintem alapú. Jó, akkor egyszerűbb így. A játék neve Rizikó. Dupla vagy semmi, vagy leáll a szívünk, vagy nem. Elsőnek Dick Johnson fogja kipróbálni, hogy dögöljön meg, aztán nem dögjük meg, aztán én is jövök. Igen, hát ilyen kávé, a kávé színe van. A kávé jellegű, meg kávé részben. Hú, na jó, nézzük. Nem annyira szar, nem azt mondom, hogy jó, tehát üdítőnek azért nem forgalmaznám.
Fú, végis nem is van szar. Hirtelen van egy keserkényes íze, de utána, amikor megjön az energiaital hozzá, nem olyan rossz. Kimondottan. Tehát azt nem lehetne mondani, hogy szar. Ez nem szar. És akkor elvileg ettől dupla jobban pörög az ember. Igen. Az igazság, hogy a Dicknek fosnia kell tőle, én nem érzem, annyira szúr a szívem tőle ezt az energiát a kávétól, de nem baj, és látjátok live-ba, hogy ez... Hú, de szúr. Rovattuk pörög a szívem. Én nem szoktam inni energiaitat, se kávét, szóval... És tettem meg fosolt tőle. Hát, jó, oké. Okay. Lehet, hogy szaros lesz a széked. Pörget ez az egész. De amúgy pingani nem merek, az a szkódzihe. De amúgy de próbáljátok ki, mert tényleg jó. Kávé, energital. De hát ez pipa, ez működő, képes dolog. Pörget, bepörget. És ez nem fék. Szia, halló, halló. Hoppá, ott megy a dugibubi. Megy a dugibubi. Legközelebb is telefonál. Zsebkendő, remélem otthon elfogad. Egy wrong number. Konbat kere? Szuker ezt állasz baktáló. Szuszi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Mi kezd el szabad a pokol? Igen, szia, szia. Koli vagyok, felvidékó. Hogy a köztelet mennyi tízer útra a tetava? Hát az a behúgyasztó. Azt kérdezik a köztelet fel, hogy mennyire úszna. Mindig éltek, és minden hülyeséget megcsinálunk, hát azban a sorsa nekem nagyobb igyelme titeket. Köszönjük szépen! Meggyújtva vetik le magukat egy hídról, kimásznak egy 140 km/órával szágódó autó tetejére, az életüket is kockáztatják egy látványos videóért, amelynek tagjai mindent kipróbálnak, amit más őrültségnek tart. A magukat kreténeknek nevező csoport... Ugratál a hídról és a buszra ugratál. Oké. Várjál, a buszos azt te ugratál, én a Dunás voltam. Oké, ezt meg beszélni. Hát fölgyújtottál, de nem sikerült jól, mert mikor elrugaszkodtam, akkor sajnos már nem égtem, és ez tök égő volt. Úgyhogy beégtem, de viszont az zónása szerintem jól sikerült. Olyan 15 méter, 15-16 méter nagy vonalakban. Írtak a 20 métert, meg a híradóval 20 méterekről beszéltek, nem volt annyi. Mennyire féltél? Hát akkor semmire, mert ugye meleg volt, azt vártam, hogy már fúgorjak. Tehát így, hogy eleve sok az örvény. Meg azért mi sokat is készültünk rá, van egy 12 kilométeres, akár 12 km/órás odrása is a Dunának. Te majdnem meghaltál abba a videó jelenben, mert ugye feljött a víz felszínére, de alapból nagyon nehéz volt rajtad a cucc. Igen, mert ahogy ráfeszül az ember, onnantól kezdve nehezebb levenni. Tehát ez sokszor le volt próbálva, csak ugye nem volt mellé téve a sodrás, ugye, tehát álló vízbe lett begyakorolva, meg tényleg ezért is nagyon veszélyes, mikor az ember rétegesen beesik a hídról, vagy valami, a vízzel megtelik, megszívja magát a ruha, és az nagyon lett. Szemből jött egy hajó. Ja, igen. Ha nem úsztak be a Dick Johnson és nem megy ki, akkor az a hajó utána... Volt az előző live-otok, hogy van a fülkamerás, az négy összeti Peti? További 100 000-ért Peti megtanul járni. Nem igaz, mint nagyon jó barát. A Peti folyamatos engem hívó volt, na mikor jön már Marlboro folgatásra, na mikor megyünk valahova. Ide, hogy eljöjjön, ide nem fog eljönni, ha nem jön a kamerás. Nagyon durva, nagyon jóban vannak. Szóval... Ez egy ugyanolyan dolog most, mikor haverodat mondjuk leköcsögözött vagy valami. Jó, szia, Andris vagyok. Szia, Andris. Üdvözlünk, Andris. Srácok, együtt laktok? Nem. Mindenki külön lakik. Igen. Jó. Megnyugodtam. Nem követjük a divatot, tehát... Jön a nyár, meleg lesz, de nem nálunk, tehát... Kérdezik, hogy a Bartos az apád, Peti a tesód? Igen, ezt nem tudtátok? Szerintem ezt mindenki tudja, ez az arab. 10 évesen összehozott minket. Jó! Jó, rá kezdte az öreg! Én azt szeretném kérdezni, melyik videódra vagy a legbüszkébb? Ez egy jó kérdés. Befutottam a pályára 2011-be, a magyar-holland foci meccsre, én arra vagyok rá a legbüszkébb. A
aztán nyilvánvaló az alagútban nagyon megvertek a biztonsági őrök, darabokra vertek. Utána egy évre rá az MLS peres úton megnyerte ezt az egész pert, mivel megbüntették, a UEFA megbüntette az MLS, mivel befutottunk, és körülbelül 4,5 millióra büntettek meg engem, meg a ismerősömet. Az a felment kamattal együtt 6 millióra, elvileg most fog elégülni valamikor, de igazából nem érdekel, mennyire büntettek meg nekem. Tudom, hogy az egész atmoszféra az hatalmas volt, és persze bátorság kellett, hogy befutni, meg ilyenek, és ha visszafordítanám, akkor nem biztos, hogy befutnak, hogy ennyire megbüntetnek, de nekem egy hatalmas élmény volt, és ez a best. Okay. Azt lehet hozzá, hogy miattad ez véget, egyébként törvény változtattak. Igen. Nem változtattak, hoztak. Igen. Ja, igen, hogy Orbán pont kint volt azon a meccsen, azután bevezettek egy új szabályt, ha valaki még egyszer befut a pályára, akár akkor börtönbüntetést is kaphat. Bartos a kedvencünk. Szóval mi úgy hívjuk egymást, hogy Bartos, meg úgy is van Messengeren beállítva a nevünk egymásnak. Nagyon jó. Akkor figyelme, mi lenne a kávét, megcsinálnánk sörrel? Legyen. Gyertek. Látom itt kommenteket, közben tudom olvasni. Petikém is benne lesz, csak voltam olyan live, amikor nem beszámítható a Petikéig, és le kellett szedni a live-ot. Ilyen akkor, mint a traktor olyan, mint a porszívó. Az őslevelet láttam, elpintam, bejött. Ez igen. Ez jó. Igen. Oké. Okay. Akkor beletesszük a sört. Hú, ennek elég büdös. Ennek van... Aha. És fent ad a pia hatás, ki megy belőle? Nem hiszem. És egészségetekre. Igazából ennek jelentősége nincs, mert ugyan a hatása van. Ez annyira szar. Hát nem, nagyon jó, finom. De ezt miért iszok, hogy lassan? Fú, de szar. A kávésör. De jó, benne hányja, tesó, nem lehet. Videó. Fotója azt, hogy kezdjetek el írni, tudjatok-e mesélni. Nem azt mondom, hogy más jártok le ugyanazokat, mint mi csináltunk, mert akkor már lehet, hogy másik lennét, mert rengeteg bírósági tárgyalás volt az évek alatt. Azt mondom, hogy kezdjetek élni, merjetek élni, csináltok olyanokat, amit tényleg szeretnétek csinálni. Ha pizsomába akarsz lemenni a boltba, akkor menjél le, és nem tetszik valakinek, akkor kapja be, akkor kapja be. Nem kell foglalkozni más, hogy ki mit gondol. Oké, ennyi. Lazán csináld azt, amit szeretnél. Ennyi, legyen. Folyamatosan úgy érsz, hogy másoknak az elvárásai alapján, akkor az a baj, hogy sosem fogsz élni, sosem leszel boldog, és egy rendszer rakszolva leszel. Persze vannak olyan helyzetek, most nem a munkahelyeden mennyibe, mit tudom én, mesztelenül, rozsaszín tangába, bohosznak öltözve, de mit tudom én, amire vágysz, van az a közeg, ahol megcsinálhatod. Alófülbe, alóadásba vagy. Hello, meghoztam a pizzát, kitált az ajtón, és senki nem nyitja ki. Dobd be az ablakon, tesó! 5000 forintba kerül, és ha valami probléma adódna, hogyan nyomoljuk meg ezt? Kifizeted a pizzát, vagy sem? Leboxoljuk. Annyire kapzsú vagy. Ez ország tele van ilyen nagy szépűekkel, és akiknek egy forintjuk sincs, azoknak kell mindenért fizetniük. Hát, köszönöm szépen. Ez így van. Itt tart az ország. Így van. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük a hívást. Nem érdekel semmi, én túl készen részegen. Most tudja meg a világ, hogy itt vagyok, és reggelig a kreténekkel partizok.